Számomra hatalmas öröm, hogy ilyenkor karácsony közelettével együtt készülődik a családom erre a meghitt ünnepre. Mindig együtt sütünk, főzünk és körbeüljük az asztalt, és úgy gyúrjuk az unokákkal az ünnepi süteményeket, és főzzük a karácsonyi menüt. Közben történeteket mesélünk, és jókat nevetünk a régi, már-már elfeledettnek hit emlékeken, mondta el Piroska néni. Mai folyamatban már most azért szabadabban, mint amíg még aktívan a juhászatban dolgozhattam, de azokat a nagyon finom és hagyományos karácsonyi ételek azért a gyerekeim segítségével azért az asztalra kerülnek. Soroljunk fel néhányat, és esetleg valami titkot, hogy mondjuk egy jó mákos bejglinek önöknél mi a titka? Nálunk a kalács is megjelent, az igaz. Én soha nem határoztam titkot. Nekem nem volt titkos semmi. Ha én tudom, elmondom. Hadd tudják többen, hogy hogy készült, egyszerűen, mint egy kőt tésztának az alapja. És abból lehet formálni sok mindent. Tőteléken is lehet változatos, de nálunk, mivel juhokkal bántunk, juhászattal foglalkoztunk. Nálunk a fő eledel karácsonykor is legtöbbször a juh paprikás volt. Annak lehet több variációja. Például az örücombot tűzdelve megsütöttük. Az egy egész ilyen nagy család számára egy különlegesség volt akkor is. Nálunk többször megjelent, nem csak karácsonykor. Aztán a sertés testéből szintén, de minden hagyományosan ment. Nálunk olyan nem volt, hogy a sertésből nincs megpucolva. Ne abba töltsük a finom burkát, kolbászt. Tehát a jószágtartásra nem csak a juhokkal kapcsolatosan, minden nemű állatfajjal kapcsolatban, eredetiben, hagyományosan tudtuk nevelni is, de majd aztán a család részére feldolgozni is. És ilyenkor a család összeül, és együtt ünnepelnek? Hogyan zajlik önöknél mondjuk a Szenteste? Úgy lett volna nagyon szép, de csak a tő családunk ülhetett össze az elfoglaltság véget. Tehát a juhokat magára hagyni se éjszakára, se nappalra bizony nem lehetett. Nálunk a karácsony olyan szempontból mondom, hogy betekedett a hétköznapokkal. Ott nem volt ünnep, nem volt vasárnap, nem volt semmi olyan különleges, amiben nekünk ki kellett volna állni. Tehát nálunk a juh körül ugyanúgy el kellett végezni mindent, ünnepnapon is. De manapság hogyan zajlik, hogyan történik? Ugye ez a múlt, amiről beszélgettünk, és tetszett mondani a riport elején, hogy egy kicsit most már azért szabadabb. Idén mennyire fog összeülni a család? Hát mivel két gyerekem van, egy fiam, egy lányom, meg a három unoka, lányomnak kettő, a fiamnál egy unoka, így a tő család, ha összejön, inkább nappalra időzítünk, és akkor mamának a feladata, hogy a konyhai feladatokat lássa. Ha nem is egyedül segítenek mindenből, de mama irányítson, ez azért jó eső érzés, mert még ilyen idős koromban is elfogadják a főztömet. Hát főképpen a gyöngyi húsleves jelenik meg az asztalon. Aztán a töltött húsok, ez általában sertésből készítettük. Aztán, hát ilyen apró, a töltött káposzta, az kimaradhatatlan. De ez mind mama diktálja. Akkor a desszertek közül az édesanyám fajta diós torta, amit még ma az unokáim is így neveznek meg, tehát a Márki nagymamának a receptje alapján. Nagyon egyszerű, de nagyon finom. És ez ma is nagy dolog a családban, ha azt még meg tudom sütni, és akkor azt élvezettel fogyasszák. Kőtkanácsok közül is, hát nálunk a töltelékes, tehát a diós meg a mákos kalács, ez általában kimaradt. Nagy ritkán megsütöttem, de inkább olyan, mint a parasztkifli, az üres kalács. Azt többféleképpen tudják szeletelni, vagy maguk számára úgy megtölteni, amivel nekik jól esik. Ezek.
szólt arról is, bízik benne, hogy még adatik néhány olyan év, amikor meghitt, családi körben ülhetik meg a világ egyik legszebb ünnepét.